Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harag Péter, a KDNP országgyűlési képviselő és a KDNP frakció vezetője. Szép jó reggelt, jó reggelt kívánok, kellemes ünnepeket. Ez idén az adventi első gyertyát és a hanukai első gyertyát egyszerre gyújtottuk meg. Ez is egy csoda, hisz azt mondjuk, hogy Nesz Hajásám, csoda történt ott. Utána történt még egy másik csoda, az újkori zsidó állam is létrejött, és az is egy Nesz, hogy az adventi és a hanukai gyertyát egyszerre gyújtjuk meg, ami világít ablakainkban és köztereinken, és azt hirdeti zsidóknak és nem zsidóknak, hogy szabadság van, hisz a fények legyőzték a sötétséget. Kérdezem Harag Pétert, mi is az egyházi üzenete ennek a hétnek, nem inkább hanukának, mert abból már mindjárt kifelé vagyunk, hanem adventnek. Mit csinál egy rendes keresztény ember ilyenkor adventáján? Két dolgot csinál, várakozik és készülődik. Ez tulajdonképpen egy olyan alkalom, amikor ennek a kettős feladatnak megvan a technikája. Én magam is ebben az adventi időszakban igyekszem néha csendbe lenni. Ami tudom, hogy egy képviselőnek nem olyan könnyű dolog, és általában ebben a mai életformában elég zajos életet élünk. De én elővettem, és hogyha a keresztény adventi készülődésre gondolunk, akkor talán egy alkalmas könyv. Az a címe, hogy a Csend szava, és egy Thomas Merton nevű, tulajdonképpen író, költő, újságíró írta, aki annyit beszélt életében, 60 könyvet írt meg, hogy a végén úgy gondolta, hogy elmegy trapista szerzetesnek, ahol hallgatni kell, és ő a csendben fogalmazta meg a gondolatait. Ezek nagyon szép és ugyanakkor nagyon tartalmas gondolatok. Hát egy ilyen adventi készülődésben ilyen eszközöket is nyúl az ember. Ha visszagondolunk az ön fiatal éveire, amikor még a püspöki kar titkárságán a nemzetközi helyzettel foglalkozott, ön már végzett volt, amikor még egyházügyi hivatal is volt, ugye? Igen, hogyne. Mi a különbség, hogyha pár mondatban el tudja mondani, mi is az igazi vallásszabadság? Tehát ha van egy egyházügyi hivatal, aki megmondhatja, hogy kit lehet felszentelni, felavatni, vagy lehet-e útlevele, vagy részt vehet egy konfirmáción, mi a különbség akkor és napjainkban egyházi téren? Hát azt hiszem, hogy óriási különbség, tehát szabadság, vagy pedig a szabadságnak a lehetőségét is elvették. Mert annak idején, hát ahogy említette, az államegyházügyi hivatal felügyelte az egyházakat, vagyis a pártállamnak a szempontjait próbálta érvényesíteni. Értettek ők egyáltalán az egyházhoz is, magához, az Ó és Új Szövetséghez, vagy bármihez? Voltak közöttük, akik tanulmányozták, de igazából a lényegét nem értették meg, tehát ugye, ha elővesszük a Szentírást, akkor azt hittel lehet megérteni igazán. Egy nem hívő embernek legfeljebb egy olyan olvasmány, ami érdekes lehet. Tehát ők... tanulságos olvasmány. Igen, hát nyilván a nem hívőnek is jelent valamit, de nekünk más. Ez a hirdetés helye volt, arra buzdítjuk őket, ha nem hívő emberek vannak most nézőink között, hogy próbálják meg. Tehát azok az emberek az egyházjogot is tanulmányozták, az egyházak viszonyaival nagyjából tisztában voltak, de a szándékuk volt más, hiszen akár rejtve, akár nyilván egyházellenesek voltak, és vallásellenesek. Tehát... Akkor a kánonjogot például hogy tudták betartani, és azt mondja, hogy ismerték, de ha egyházellenesek is voltak, akkor mindent megtettek, hogy semmi autonómia ne legyen, nem? Hát az ismereteiket arra használták fel, hogy elrejtsék a szándékaikat, és kihasználják azokat a lehetőségeket, amik számukra adódtak.
Tehát a szándékuk volt más, és az egyértelmű, mivel hatalommal rendelkeztek, ezért tudták érvényesíteni. Természetesen, ahogy változott a diktatúra, úgy változott az ő tevékenységük is. De most, amikor felszabadultak az egyházak ez alól a nyomás alól, akkor hirtelen kinyílt a szabadság lehetősége. Ez körülbelül olyan, mint amikor az ember egy sötét szobából kimegy a világosságra, először nem is látja, hogy mi van ott körülötte, mert elkápráztatja. Szép lassan az egyházak megszokták ezt a szabad állapotot, és azt hiszem, hogy ez összhangban van az ember a személyi szabadságával, vagy szabadságának elvételével, tehát nem csak az intézményeket, hanem az egyéneket is megfosztották a szabadságoktól, és itt talán érdemes, különösen egy ilyen ünnepi időszakban arra is néhány szót szánni, hogy mit értünk mi szabadság alatt, az egyén szabadsága alatt. Mert addig, amíg a szélsőséges liberális gondolkodás a választásnak a szabadságát tartja fontosnak, mi azt mondjuk, hogy a választás szabadságánál nem mindegy, hogy milyen irányban választunk. Éppen az előbb említett könyvben van egy jó megfogalmazás, hogy a szabadságnak az alapszintje az, hogy a jó és a rossz között tudunk különböztetni. De mi a rosszat nem önmagáért választjuk, hanem mert jónak látszik. Ezért, hogyha jót választunk, az kiteljesíti a szabadságunkat. Én azt gondolom, hogy a hívő embereknek ez a szabadság fogalma sokkal tisztább, mint az, ami csupán a választás szabadságára épül. Nagyon profán leszek, hisz lehet, hogy rosszul fogalmazok, de a hitnek ára van. Az első világháborút követően történtek itt érdekes dolgok, aztán jött a második világháború, és mindaddig az egyházak fönntartották saját magukat. Volt vagyonuk, és abból a befolyó pénzekből önfenntartók voltak. Napjainkban megpróbálnak az egyházak önfenntartóak lenni, de ez nem megy nekik, hisz ugyan részben kárpótolták őket, de mind a mai napig nem kapták vissza azokat a lehetőséget, amiből korábban fönntartották őket. És hogyha el akarjuk az államot és az egyházat választani, akkor ennek pedig meg kell, hogy történjen. Mit gondol ön, mint a kormánypárt szerves része, hisz pártszövetségben van a Fidesszel, aki ma a kormányt adja, nem jött el az ideje annak, hogy az egyházak, akikre mondanak tücsköt, bogarat, de nagyon tisztességes és kemény munkát végeznek, hogy ne kelljen, hogy döntésekre várjanak, hanem visszakapják az önfenntartási lehetőségeiket, tehát azokat a forrásaikat, amik voltak nekik korábban. Az, hogy visszaadtak pár templomot, meg kárpótolták részben őket, azok az ingatlanokról volt szó, nem másról. Két modell létezik. Az a modell, ami hajdanán volt, hogy például földbirtokok jövedelméből tartották fent az iskolákat, szociális intézményeket, tehát azokat az egyébként ma már állami feladatnak számító szolgáltatásokat, az nagyon jól működött. Most, amikor az állam átad bizonyos területeket, akár szociális, akár oktatási területet, azokat olyan finanszírozásban tartja fent, amilyenben a saját intézményeit létesíti. Tehát gyakorlatilag ez a másik modell létezik most. Erre vannak nemzetközi szerződések is, és van magyar bevett gyakorlat. Én úgy gondolom, hogyha ez működőképes és tartható, és éppen azért, mert egy normatív támogatás, ezért nem kötelezi el az egyházakat az állam felé, tehát a szétválasztást ez nem zavarja. Nem lenne könnyű ma például az egykori birtokokat visszaadni az egyházaknak, hiszen ezek már, mint ahogy a rendszerváltás
első évei után is nyilvánvalóvá vált, más tulajdonában vannak, szóval bonyolítaná a helyzetet, hogyha ez megtörténne. Az egyházak részben a hitéleti tevékenységüket önerőből tartják fenn, bár némi támogatás van, egyház, öt állami, de ezeket a közszolgálati tevékenységüket normatív támogatásból, én ezt nem tartom rossznak, de a másik modell is működhetne, de ma a megvalósítása nehéz lenne. Elnök úr, voltak a szocializmus idején békepapok. Jó. Voltak, akik haragudtak rájuk később, ők megpróbáltak megfelelni azoknak az időknek, és szolgálatukat végrehajtani. Mi az ön véleménye? Meg kell, meg lehet nekik bocsájtani? Hisz vannak köztünk még a élők, igen, azon rendszer szülöttjei és közreműködői voltak. Egy nagyon összetett kérdésről van szó, mivel itt fokozatok is voltak. Volt, aki egyszerűen a hivatás, a gyakorlás a feltételének tartotta, mások önként végeztek szolgálatot. Én úgy gondolom, hogy ennyi idő után figyelembe kell venni azt is, hogy az emberek változnak. Tehát én magam részéről, de hát nem én döntöm ezt el, megbocsátóbb vagyok, mint sokan mások. Ha jól végezte a munkáját, mármint az egyházi tevékenységét, és azt folytatja is, abban nem szabad akadályozni, hogy lehetőségeket kapjon egy egyházon belül, ami meghaladja az ő mindennapi hitéleti tevékenységét, azt nem tartom helyesnek. Én tanúja voltam annak, hogy néhány plébános Budapesten, akik egyértelműen békepapok voltak, mert csak úgy kaphattak beosztást, a káplányaikat, tehát a beosztott papjaikat lehetőséghez juttatták, tartották a hátukat, hogy azok dolgozni tudjanak. Ezek viszonylag tisztességes munkát végeztek így, még ha magukat el is adták. De voltak olyanok, akiknek ez volt a fő foglalkozásuk, ha szabad mondanom. Tehát embere válogatja, és különböző tehát mértékben kötelezték el magukat. Én úgy gondolom, hogy ma már nincs napirenden ez a kérdés. Azzal kezdtük, hogy a csend ideje van, az önvizsgálat ideje, majd mi következik ezután? Hát ezután az ünnep következik, mert ugye a felkészülés azt jelenti, hogy magunkat alkalmassá tesszük az ünnepre, ez minden vallásnál így van, és ha most mi ebben az adventi időszakban a karácsonyra készülünk, akkor a karácsonyt méltó módon tudjuk megünnepelni ezzel a felkészüléssel. És mint ahogy azt önök is tudják, népszámlálásra készültek, Mária és Jézus, Betlehem akkor még nem városához közeledett, és ott megszületett a kisded. Erre emlékezünk 24-én, emlékezik a világ. Annyi időnk maradt, hogy nagyon kellemes és boldog békés ünnepeket kívánjak. Nagyon szépen köszönöm minden önnek nézőnek és egész családjának, és ha azt mondom, hogy családjának, akkor ez egy családi ünnep. Így van. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Előzetesek is jövünk vissza. Tartsanak velünk.